A duális oktatás rengeteg előnnyel jár a szakképzésben tanulók számára. A képzés alatt elegendő idő áll rendelkezésükre a gyakorlati tudás megszerzésére, amit az elméleti tudás számon kérésében is kamatoztatni tudnak. Ezáltal lehetőségük nyílik a kéz- és lábápoló technikus szakma mélyebben beható megismerésére. A szépészeti ágazat képzése érettségivel és technikus szintű szakmai irányú szakképzettség megszerzésével zárul. Ami az előnye ennek a képzésnek, hogy hosszú időtartam, ugye 2 iskolai év, sok lehetőséget ad arra, hogy jó szakemberként kerüljenek ki a szakmából, rengeteget tudnak gyakorolni, elég sok tantárgyat tanulnak az anatómiától, a vállalkozástantól elkezdve, ami úgymond felkészíti őket a vállalkozásra, mert ugye az a cél, hogy szakembereket neveljünk ebben a szakmában. Az adott szakterületen a legjobb oktatóktól tanulhatja jövendőbeli foglalkozása alapjait vállalati környezetben. Itt van 2 iskolaévük, hogy felkészüljenek erre, és hogyha tényleg ebben a szakmában szeretnének tevékenykedni, akkor rögtön el tudnak ebben helyezkedni. A duális képzés ugyanakkor kifizetődő a vállalat számára is, mert a diákok bevonásával képes lesz kompetens és már tapasztalt szakembert alkalmazni a későbbiekben. Másfél éve vagyok ebbe a képzésbe. Érettségi után úgy gondoltam, hogy szeretnék még egy szakmát tanulni, amiben a kreativitásomat is kiélhetem, és ezáltal segítek az embereknek is egy kicsit, hogy bejönnek és egy szép körmet teszek nekik fel, szépet csinálok és boldogan mennek el, mert nagyon sok az olyan vendég, aki rágott körömmel érkezik esetleg, vagy szégyeli a kezét, mert csúnya, és teszünk egy szép körmet rá és boldogan megy el, és végre nem az van, hogy szégyeli, hogy majd meglássa valaki a csúnya körmét, szóval ez nekem egy ilyen jó, hogy tudok segíteni ezáltal az embereknek. A középiskolákból a munkaerőpiacra kikerült álláskeresők legtöbben azzal a problémával szembesülnek, hogy a vállalatok fiatal, ugyanakkor szakmai tapasztalattal már rendelkező munkavállalókat keresnek. Az általános idő alatt megszerzett gyakorlat kevés, még a duális képzésben már biztosította 2-3 éves ismeret, amellyel nagyobb az elhelyezkedés esélye is.